Hegedűs Imre, a tejtermék tanácsának segítagja a vendégem. Jó reggelt kívánok! És azért mondtam, hogy sikert ért el ez a hétfői tüntetés. Nyilván mindenhová bekerült ez, hogy a pesti utcákon tehenek vonultak, de nyilván sokkal fontosabb, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal már is egy komoly ellenőrzést hirdetett. Azt mondták, hogy ez az ellenőrzés kiterjedő beszerzési ár alatt értékesítésre, az élelmiszerbiztonságra és a kereskedőknek az áruk eredetét is bizonyítani kell. Ez most egy tűzoltó jellegű megoldás önök szerint, vagy valami érdemi változásnak a kezdete? Remélhetőleg egy érdemi változásnak a kezdete. Ugyanakkor én ennek a demonstrációnak majd akkor látom, akkor értékelem a sikerét, vagy akkor érzem úgy, hogy sikeres lesz, ha az áruházakból valóban eltűnnek majd azok az áruk, amit hát ma én csak úgy fogalmazok meg, hogy gyanús árucsoportok. Egy fogyasztó, ha a fogyasztói szemmel nézi a polcokat, ő neki mitől legyen gyanús valami? Ezt azért kérdezem, mert ugye most a Fazekas Sándor felmérésügyi miniszter is azt mondta, hogy nagyon fontos a hazai tej marketingje. De hát ugye a magyar fogyasztó árérzékeny, és ezt, hogy mi gyanús, azt meg lehet, hogy nem veszi észre. Igen. Tehát egy nagyon gyanús dolgot mondok, hogy 1000 forint alatti sajtot ne tessenek megvásárolni, mert 1 kg sajthoz 10 liter tej kell. Osszanak, szorozzanak, és ami ez alatt van, legalább gondolkozzanak el azon, hogy a fészkes fenében lehetséges az, hogy 6-700 forintért is lehet sajtutánzatokat kapni a boltokon. Tej? Dobozos tej, a dobozos tejnél is hasonló a helyzet. Ma Magyarország boltjaiban 120 és 130 forint között lehet ultrapasztőrizott tejet kapni. Többnyire importból származnak ezek a termékek. Ennek a terméknek is a bekerülési értéke ennek jóval magasabban van. Azt mondta, hogy érdemi változás kezdete, de most miért optimista, amikor pontosan tudjuk, hogy ez a probléma a hazai tejárakkal, ez egy évtizedes probléma gyakorlatilag. Körülbelül jól tetszik látni, 10 éve demonstrálunk, tüntetünk, 3-4 évente. Egy kezdetről beszélünk. Azt remélem, hogy megértették a szereplők, a kereskedők és a hatósági szervek, hogy itt egy egész ágazatról van szó, egész ágazat sorsáról van szó. Pontosan ez mennyi embert, hány családot érint idehaza? Pontosan nem tudjuk, 170 ezer tehén van Magyarországon, körülbelül 30 tehenenként lehet egyfővel számolni, tehát az valószínűleg 60-80 ezer ember. Ugye a hétfői tüntetés után elhangzottak számok, például, hogy a kilogrammonkénti nyers tejár az 55-72 forint, ez stimmel? Igen. És az önköltség viszont 95-105 forint. Azt ugye tudjuk, hogy van magyar, illetve uniós támogatás is, de a termelők még így sem jönnek ki. Így van. Hol kéne mozogni ezeknek az áraknak, illetve a támogatásnak, hogy ez megérje a termelőknek? Először is egy szót a támogatásokról. Aránylag rosszul jövünk ki ezekből a támogatásokból. A fogyasztók pejoratíve érzékelik a támogatást, úgy gondolják, hogy hú, hát a termelők támogatásokból élnek, és mégis itt tüntetnek. Nos, hát a támogatás minden alkalommal a fogyasztó zsebébe vándorol. Azért tudunk ilyen olcsón terméket, kenyeret, hústejet, tojást, zöldséget termelni, mert kapunk támogatást. Nem mi gazdagszunk meg vele, sőt, mi csak szegényedünk vele. De ha már kérdezte, figyelembe véve a jelenlegi támogatási szintet, figyelembe véve a jelenlegi költségeket és önköltséget, teljes önköltséget, akkor 90-95 forint körül lenne a tej átvételi ára, akkor lenne egy 5-8%-os profitunk. Azt mondta, hogy a fogyasztóhoz vándorol ez a támogatás. Igen. De a fogyasztó még így is azt érzékeli, hogy igen, ezek a hazai tejek drágábbak, mint mondjuk az import. És ahogy már korábban mondtam, hogy a fogyasztó nyilván árérzékeny, a magyar fogyasztó különösen. Igen. Hogy lehet meggyőzni, ne a zsebére gondoljon. Nagyon fontos, hogy az almát az almával és a körtét a körtével. Tehát az ultrapasztőrözött tejet, mondjuk egy szlovákiai ultrapasztőrözött tejet, azt a magyarországi ultrapasztőrözött tejjel kell összehasonlítani, és nem egy magyarországi biotejjel, vagy egy magyarországi 3-5-ös zsírtartalmú tejjel. És a magyarországi, magyar UHT tej is körülbelül ugyanannyiba kerül, mint a szlovák. Amikor lehetett hallani azt, hogy milyen megoldások vannak Európában, mert hogy nyilván ez a probléma nem csak magyar, akkor lehetett olvasni, hogy
például Franciaországban, Németországban a kereskedelmi láncok a saját márkás tejekhez, sajtothoz szállított tejér magasabb árat fizetnek a beszállítóknak, vagy hogy például Németországban 2015 őszén megemelték a diszkontláncok a tejtermékek árát, kifejezetten azért, hogy a német tejtermelőknek segítsenek most. Azt lehet tudni, hogy Fazekas Sándor elkezdett tárgyalni idehaza a kiskereskedelmi láncok vezetőivel, de van erre esély? Itthon. Remény van rá. És hát ez a hír, a legfontosabb hír az egész ügyben, hogy a lám, ugyan vannak Európai Uniós törvények, amiket nem szabad megszegni, de lám vannak olyan kereskedők, akik fölfogják, megértik azt, hogy holnap is el akarom adni annak a termelőnek a tejét, ezért ma meg kell menteni az életét. Ezt kértük az Országos Kereskedelmi Szövetségtől, hogy ezen gondolkozzanak el, tegyenek ők is ilyen lépéseket. Mihelyt önkéntes egy ilyen vállalás, amit ön feltetszett most olvasni, rögtön nem sért uniós jogot. Magyarországon is vannak ugyanezek a kereskedelmi láncok, amelyek megtették ezt Németországban vagy Franciaországban, itt vannak Magyarországon is, csak pillanatilag nem akarják ezt megtenni. Miért? És hogyan erre tudnánk őket rávenni, hogy tegyék meg, hogyha ez önkéntes alap? Egyrészt tárgyalás, másrészt arra kértük a hatóságainkat, hogy egyfajta pressziót gyakoroljanak ezekre az áruházakra, hogy például, hogy a gyanúsan olcsó termékek nyomát, a nyomon követhetőségét vezessék már végig. És én garantálom, hogy ezek meg fognak szakadni, ezek a nyomon követhetőség fonala. Ugye Horváth András zöld dosszié óta tudjuk, hogy az áfa csalás felkutatása az nem egy egyszerű dolog, és önök ezért is petícióztak. Így van. Ebben mik a remények? Amennyiben nem változik az ide vonatkozó törvény, konkrétan, ha a kiskereskedő nem vonható felelősségre azért, hogy a beszerzési láncba kettő vagy három láncszemmel odébb megszakadó vonal miatt őt felelősségre lehessen vonni, addig nem is lesz rend az áfa csalás ügyében. Egyrészt, másrészt, amíg 18%-os lesz a termék teje árfája, addig sem lesz rend. Erről is volt szó, most tegnap Fazekas Sándor arról beszélt, hogy ez is felmerült az áfa csökkentés a tejtermékek kapcsán. Ebben mik az esélyek? Szeretettel várjuk, áhítjuk. Az egyik mentőv, ha 5%-ra csökken az áfa. Most ugye sok megoldást soroltunk fel így rövid idő alatt, de lehet, hogy elsikkad a nagy kormányzati búzgalom azok után, hogy most megint tüntettek, ön is mondta, 2-3 éve tüntetnek, évenként tüntetnek. 2 évente. Jó, 2 évente, de hát ezek szerint akkor sincs érdemi előrelépés. Mi nem sikkadunk el, nekünk 2 hét múlva megvan a következő lépés kidolgozva a legapróbb részletekig. Demonstráció. Milyen az már nem lesz ilyen aranyos demonstráció, mint több amit tehén hétlen. Lesz, vagy? Nem tehén lesz. Mi lesz? Most már felcsigázta az érdeklődésünket. Megkeressük az áruházláncokat. Milyen demonstrációval? A fantáziánk, legyen annyi elég, nézzel nekem, a fantáziánk elég élénk, meg fogjuk keresni az áruházláncokat, amennyiben 2 héten belül nem változnak a polcképek. De hát ön is mondta, hogy ehhez törvényi változások is kellene, az ilyen hamar lefutható lenne? Törvényi változásokhoz nyilván hónapok, fél évek kellenek. Ahhoz a szándékhoz azonban, hogy ő ne rendeljen annyi importterméket, hanem rendeljen már magyar UHT-tejet, ami raktárak tele vannak vele, ahhoz pontosan 1 perc kell, meg 1 telefon. A kereskedelmi láncokra ez a demonstráció milyenféle nyomásgyakorlás lesz, vagy milyen típusú erőszakos, akció? Erőteljes, határozott, bátor. Hát akkor kíváncsian várjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm Most szépen híradó is. Következik, és utána majd az egészségügyi államtitkár lesz a vendégünk. Tartsanak velünk.